Sziasztok, Simon Dávők, az első magyar zenei fesztivál megfejtő, és ezen a héten a Bolt Fesztiválra jelentkezünk. Gyertek, nézzük meg, milyen az új fesztivál, és nézzük meg, hogy hogyan muzsikál a magyar zene krémje. Menjetek nyugodtan, majd utánatok meg, és találkozunk a Magenta színpadnál. Fú, srácok, nagyon érdekes az új Bolt Fesztiválnak az elrendezése. Megmondom őszintén, hogy elsőre nem tetszett. Én megszoktam a régi elrendezést, a régi setupot, én abban abszolút így bele voltam szeretve, mert voltak ilyen kis romantikus, eldugott színpadok, volt az a nagy tér, ugye ahol voltak a nagy színpadok, tehát hogy kicsit jobban átlátható volt nekem. Most úgy néz ki az egész, hogy egy ilyen baromi nagy, ilyen végeláthatatlan tér, és annak a végén van a nagy színpad, és akkor utána ilyen kis benyúló színpadok vannak, és egyébként nem rossz, meg nem akarom azt mondani, hogy rosszabb lett, hanem másabb, és én, aki már voltam legalább 7-szer, nekem egy nagyon-nagyon nagy beidegződés volt a régi elrendezés, és a mostanival egy kicsit nehéz volt megbarátkoznom, de én mondjuk csak egy napot voltam, lehet, hogy aki 4 napos heti egye volt, annak már a 4. napon már tökéletesen átlátott mindent, de ettől függetlenül, ami nagyon nagy pozitívum, hogy a parkoló, az nyilvános parkoló, az baromi közel lett az egész fesztiválhoz, ami egy óriási nagy pacsi a szervezőknek, ugyanis a régi elrendezésnél ott kb. Sopron határában volt a parkoló, és most meg egy ilyen jó 5 perc sétára. Emellett, ami még pozitívum volt nekem, én, aki egy ilyen nagy kütyűőrült vagyok, és folyton mindenem mindig lemerül, hogy jó, látványos helyeken voltak ilyen töltőállomások, ahol mindenféle töltőzsinór volt, és akkor oda be lehetett ülni, és akkor lehetett tölteni a telódat, vagy a kamerádat, vagy bármit. Tehát ez is egy nagyon jó, ez is már egy ilyen modern irányba egy lépés, hogy ezt így bevezették. Ami még nagyon király volt, és ami tetszett nekem, hogy voltak ilyen nagy állványok, ahol a közelmúltban, az elmúlt 1-2 évben elhunyt zenészeknek volt egy ilyen tisztelgés, hogy bejössz egy fesztiválra, és egy ilyen baromi nagy fál, Mián Juli póster fogad, ez is nagyon királyság. Azért van egy pár negatívum is, amit így gyorsan az elején el kell mondanom. Az egyik az, hogy azáltal, hogy egy ilyen baromi nagy tér az egész, azáltal, hogy kikerültünk egy kicsit a fák közül, és egy ilyen pusztára került az egész fesztivál, azáltal tényleg nincsen árnyék, ezt már lehetett olvasni a hírekbe is, de hogy ezt tényleg itt élőben is tapasztalni, az elég érdekes, hogy abszolút semmilyen menekülő útvonal nincsen, hogyha valaki egy kicsit hűsölni akar. Az, aki mondjuk 4 napot ott van, és 4 napig folyamatosan a tűző napon ég, az mondjuk az elég erős. A szervezők helyében csinálnék valamit ez ellen, akár lehet az, hogy jövőre így ültetnek egy pár fát. Van például egy színpad, ez a Liget színpad, egy olyan helyen van elhelyezve, ahova a mellette lévő, kicsit lentebb lévő nagyobb színpadnak az ajai, plusz a mögötte lévő valami ilyen, nem tudom, kézműves, dobolós, valami ilyen önképző tanfolyamnak az ajai is beszűrődnek. Tehát egy 2 helyről jönnek mindenféle hanghatások, és igazából csak akkor lehetett élvezni a koncertet, hogyha igenis ott benn voltam az első meg a második sorban, mert különben mindenféle külső zajok zavarták az élményemet. Szerencsére pont egy olyan napot fogtunk ki, ahol sokkal jobb volt a magyar felhozatal, mint a külföldi, és elég sok olyan magyar zenekart is meg tudtunk nézni, akiknek a koncertjén én még egyébként megmondom, hogy nem voltam, vagy kevésen voltam, és azáltal láthattam, hogy egy ilyen nagy környezetben, mint a Bolt Fesztivál, mit tudnak mutatni. Melyik magyar zenekarokat fogod megnézni most itt a Bolton? Amiről már lemaradtam, az a Bagosi Brothers Company. Ők azok, akiket mindenhol szeretnék megnézni, de nem jön össze. I am a fear each brains. Tegnap a Tankcsapdát néztük végig, ami nekem nagyon tetszett. Már tavaly is voltam a koncertjükön, de azt gondolom, hogy ez sokkal jobban sikerült. A Honey Beast-re főleg. De? Egyértelmű, hogy a Follow the Flow-ra. Te milyenre? Én a Majkára jöttem. New Level Empire, Hiperkarma. Én nagyon várom Rózsa Magdit. Illetve most pont Airi Mafia van, és a Szena annyira zseniális, hogy nagyon-nagyon jó. Úgyhogy talán ez a hármas, amit mindenképp szeretnék megnézni.
valamint tegnap még a Frubin voltam, ami egy ilyen kicsit kilóg a zene ízlésemből, de nagyon bejön. Láttam én is felvételeket a Krúbi koncertről, hogy baromi sokan voltak, jó igen, volt? És nagyon jó is volt. Aztán megyek a Pedire. A New Level Empire az most volt már, nem? Most volt, a végére értünk ide, de nagyon-nagyon élveztem, nagyon jó hangulat volt. Mit szeretsz bennük egyébként? Hát magát a hangulatot, amit átadnak. Ami nekem újdonság volt, és én egy abszolút egy ilyen New Level Empire szűz vagyok, ha lehet ilyet mondani. Nekem ez volt az első koncertem, nyilván hallottam már egy pár számukat itt-ott a rádióban, YouTube-on, de hogy ők nekem egy ilyen óriási nagy kérdőjel, hogy ők mik, meg kik, meg mit csinálnak, meg miért csinálják. Nem a Viván volt műsorvezető? Jó, nyilván tudom, hogy miért népszerűek, de ettől függetlenül nekem ők egy olyan banda, aminek én még nem igazán láttam itt a mai pop piacon a létjogosultságát, de a New Level Empire rajongók biztos, hogy most meg fognak kövezni. Nekem Zola nem egy olyan karizmatikus frontember, és a számaik is teljesen ugyanolyanok, és mutatta is a koncert, hogy ahhoz képest, hogy én egy számukat nem ismertem, ahhoz képest a koncertet végig tudtam nézni, mert kb. A minden második vagy harmadik szám az egy ilyen feldolgozás volt, és ez a szokásos, ez az ilyen tini csöpögő számokat nyomták, pedig ők, én úgy tudom, hogy egy régi zenekar, de nem értem, hogy miért nem a saját számukat játszottak. Aztán a nagy színpadon láttuk még az Iron Mafiát, ők igazából egy kicsit nekem így stagnálnak, ugyanis hogyha elmentem volna 3 éve a Belfastre, Iron Mafiára, akkor tökéletesen ugye ezt a koncertet kaptam volna, mint amit most. Nyilván ilyen bevált recepten nem nagyon akarnak változtatni, és nem is, lehet, hogy nem is tudnának már, tehát ők abszolút képviselik a minőséget, de hogy nem nagyon érzem azt, hogy ők most bármikor is képesek lesznek olyat újítani, ami miatt ők most az 5 órás sávból megint visszakerülnek a 8-9 órás headline elé. Az Anna and the Barbies koncert az érdekes volt, Pásztor Anna az tényleg olyan szinten fantasztikus karizmával rendelkezik, és annyira jól bánik a közönséggel, hogy komolyan mondom, hogy már az szórakoztató volt, ahogy kb. 15 percen keresztül próbálta ott a csajokat melltartóra vetköztetni, és komolyan ott állt mindenki, és nem azért nézte a lányokat, mert hogy most hú, akkor most melltartó, hanem azért, mert Anna annyira fantasztikusan jól kommunikál a közönséggel, és tényleg ő egy olyan frontember, aki, hogyha nem is ismered a számaikat, akkor is így teljesen így bevonz az egész jelensége. Hihetetlen, hogy tényleg 2019-ben itt tartunk, de nem félek kimondani, hogy per pillanat Majka a legnagyobb showman az országban. Amilyen showt letol, meg amilyen koncertélménnyel ajándékozza meg a rajongóit, az tényleg azt mondom, hogy per pillanat se a Well Hello nem ilyen jó, se a Halott pénz nem ilyen jó, annyira autentikusan tud bánni a közönséggel, és annyira jók a dalok is, és annyira összhangban van az egész színpadi kép, hogy azt mondom, hogy tényleg Majka per pillanat uralja a magyar popzenét. Igazából sose gondoltam volna, hogy egy ilyen ózdi gyerekből, aki egy ilyen underground valóvilág rapperként megjelent a színtéren, ő egy olyan ember lesz, aki a Black Eyed Peas előtt a Volt Fesztiválon 20 000 embernek tol egy olyan koncertet, hogy azt mondom, hogy igenis ez le a kalappal, és sokáig azt mondtam, hogy hát Majka, de nem, tényleg ezt be kell ismerni, hogy ő per pillanat tényleg ő a szint, és mindenkinek hozzá kell felnőni. Van még ez az új pop reformáció is, a Follow the Flow, akinek a legfrissebb bemutatkozó albumáról beszéltem, nyugodtan nézzétek majd meg a megfejtést. Nekik a koncertjén is voltunk. Hát én egyébként rosszabbra számítottam. Gondoltam, hogy Szakács Gergő biztos király lesz élőben, meg ő jól fog hangzani, de a két MC srác, ők is teljesen vállalatok voltak, és nagyon, nagyon muzikális volt az egész, és voltak extra ötletek is a koncerten, és volt extra hangszer is, és tényleg nekem ők egy pozitív csalódás volt, ami viszont az egész napot vitte, és nyilván azt gondoltam volna, hogy végre láthatom a Black Eyed Peas-t, fiatalkorom kedvenc zenekarát, és majd fú, de nagy buliba lesz részem,
És képzeljétek el, hogy ezt tök őszintén mondom, hogy majdnem nem voltam a koncertjükön, ugyanis teljesen random, egy ilyen kajálás közben elkezdtem nézni az NB zenekar koncertjét, akiket én egyébként nagyon bírok, meg a legutóbbi albumokat, a Belépőt, azt én tényleg rongyossá hallgattam, de a élőben őket még nem láttam egyszer se, és így elkezdtem nézni a koncertet, és egyre csak azt éreztem, hogy fú, akkor most nekem oda közel kell mennem, és ezt jobban át kell élnem. És képzeljétek el, hogy olyan energia volt, és olyan megörülés volt, és olyan színpadi látvány, és most nem csak Péter Filériről beszélek, hanem tényleg az egész annyira egybe volt, és volt egy nagyon király gitáros, és volt egy nagyon király DJ, hogy ott álltunk, és azt mondtam, hogy én nem akarok Black Eyed Peas-re menni, mert biztos vagyok benne, hogy az nem lesz ennyire jó. Az NB az híres arról, hogy trrr, így hadar, és úgy köpködi a szavakat, hogy mondtam, hogy ez biztos, hogy nem tudja élőbe rekonstruálni, és igenis tudta, és fantasztikus jó volt, és iszonyatosan várom az albumokat, mert a lead single, ami annan megjelent, az nekem az idei év egyik, hanem a legkedvencebb száma. Én hatalmas reményeket fűzök hozzájuk, és aztán tényleg elérték azt, hogy majdnem a Black Eyed Peas-t azt off-oltam miattuk. És látszok, nekem összességében ez a régi új volt fesztivál, a dallamtapadás nagy színpad melletti kivetítő tömegnyomorába, egy 10/8-as. Én hazajárok Sopronba, szerintem ez tényleg már a 7. alkalom volt, hogy itt voltam. Uff, volt szó vicc. Soha nem okozott még csalódást, sosem volt az, hogy úgy jöttem innen el, hogy úristen, többet nem fogok ide jönni. Szerintem a mai magyar mainstream fesztivál felhozatalban volt fesztivál az a legjobb, mert amellett, hogy tényleg hoznak nagy neveket, amellett az összes valamire való magyar zenekar itt megtalálható, és nem az, hogy egy ilyen óriási tömegnyomor van, és el lehet férni, és lehet normális keretek között élvezni a koncerteket, és nekem abszolút mindig a nyaraim fénypontja. Dávid, gyere, mennünk kell, hogy el akarjuk érni a G-Eazy-t. Jó, egy pillanat, csak gyorsan elköszönök, jó? Srácok, én ennyi voltam mára, tudjátok, iratkozzatok fel, nézzétek meg a régi videóinkat, valamint van Instánk, Facebookunk, most nem lesz Spotify-os playlist, de... Miért nem lesz? Legyen már. De milyen? Hát azok, amik a bolton volt. Ja, jó. Természetesen ezen a héten is lesz Spotify-os playlist. Azokat a zenéket szedtem össze egy ilyen válogatás formájában, akiknek a koncertjére ellátogattam, és amik nekem így megmaradtak. Én Simon Dávid voltam, volt fesztivál 2019, jövő héten találkozunk a Soundon, addig is puszi, pacsi.